A Pántrika zenekar lesz. Elsőként a zenekar zenei hitvallásukat szeretné önökkel megosztani, ezzel is felhívva a figyelmet arra, hogy a magyar népzene, melyet képviselnek, nem egyszerűen csak szórakozás, vidám időtöltés, alternatívája az egyéb zenei vonulatoknak. Tolna megye déli csücskében, a Sárközben a népzene létforma volt, és az napjainkban is élő hagyományként, szervesen benne gyökerezve a múltunkban, hogy megőrizzük azt a jövőnknek, utódainknak. A zenekar 2010-ben alakult, amelynek neve Pántlika, ezzel is utalva a népi hagyományokra. A zenekar gerincét Farkas Tamás, Szabó Bence, Szabó Barnabás alkotja. De emellett mindig vannak mellettük vendégzenészek, mint például Nélbül Zsolt. Énekesként állandó közreműködik náluk Zsikó Zsuzsanna és Magdali Anna. Fő profiljuk az önálló fellépések mellett a néptáncsoportok kísérése. Kevesen tudják, hogy a tambura nem csak a délszlávok kedvelt hangszere, hanem a Sárköz dunántúli falvaiban, mint például Báta, Bogyiszló, Decs, gyakorta ezeken a hangszereken szólalt meg a hagyományos, autentikus magyar népzene. Ezt szeretnék most bemutatni a második Dusnoki Tambura Fesztiválon. A zenekar tagjai Szabó Barnabás primtambura, Nélbül Zsolt bassprimtambura, Szabó Bence brácstambura, Farkas Tamás nagybőgő, Magdali Anna ének. A zenekar vezetője Szabó Bence. Fogadják őket sok szeretettel!